Egy csendes hétköznap tordán. Alig másfél ezer ember él itt. A többségében magyarok lakta a település egyik napról a másikra került a köztudat középpontjába. Ez a nagy erejű forgószél söpört végig tordán április elején. Az alig néhány percig tomboló tornádó szinte mindent lerombolt, ami az útjába került. A falubeliek példaértékű összefogást mutattak, már aznap megkezdték a nagyobb károk orvoslását. A munkálatok azóta sem fejeződtek be. Bár a lakóépületek többségét már teljesen újra cserepezték, a melléképületek nagy része még mindig romokban áll. Három hét telt el az eset óta, a károsultakban még mindig élénken élnek az emlékek arról a napról. Ezt összegyűjtötte, meg azt is amit újra lett, mert minden az egész terepelve, ezt mind vitte ott lent, idáig, mindent fölszaggatott. Ez a tőcsőre, hogy ment itt, nem volt mit, de ezt egy az egybe le. Annyi, hogy az új traktor is bent állt, annak a hátsó üvegét az betörte, és a haubát egy kicsikét úgy össze. Más, mondjuk, plusz még itt volt nekem 500 sejt, még azt is összetörte. Ezek is itt voltak, de hát ez éppen, hogy ide be voltak a fal mellé biztos húzódva, és akkor itten ez a hosszú rendben, ez megfogta, hogy akkor nem bírt a lándor. Szóval így nem is bérem elbusztítani lényegében, mert nincs is, hogy hova tegyem őket. Hogy most kiengedni az udvarra, akkor nem... hanem most így itten elférnek valameddig, addig még valahol nem sikerül valamit keríteni nekik, hogy valamit csinálni, hogy máshol rakni, hogy akkor ezt a csiából, mert ez az egész is el van mozdulva teljesen, nem hogy csak ez itt összedít, hanem ez az egész is, a túloldalon nincsen nagyon van cserép se. Elfúzta a szél, ez éppen volt végig odáig, ez ilyen magos volt, mint itten. És akkor mikor az összedült, akkor az meghúzta, hogy annyira elrébb jut az egész, hogy ezt is el kell bontani, ezt újra visszahúzni a tetőt megigazítani, mert jó, ez a cserép, ami még itt valami megmaradt, hogy azt mindent rábírjuk arra visszarakni. A természeti katasztrófa esete nem csak a helyieket érintette meg. Több mint 20 település, cégek, magánszemélyek siettek, a bajba jutottak segítségére. Legutóbb Magyarország nemzetpolitikáért felelős államtitkárságának adománya érkezett meg tordára. Másfél millió forint, azaz több mint 5000 euró értékben kaptak építőanyagot a károsultak. Folyamatosan érkeztek a traktorok az építőanyagért. 40 háztartásra jutott el a fa építőanyag. A károknak a szanálása, helyrehozása még mindig tart. Most főleg a melléképületeken van a sor. A lakóépületeket tehát sikerült az elmúlt időszakban helyrehoznunk, köszönve annak, hogy folyamatosan tehát érkezett a segítség, amióta tehát a vihar megtörtént. Mondom azt, hogy azon a segítségen, összefogáson kívül, amelyet a polgárok tehát itt helybe felmutattak, amely szintén tehát egy nagy értékű munka, hisz szinte mindenki a faluból, tehát ott volt segíteni a károk helyrehozásán azoknak, annan a mintegy 130 tehát családnál, háztartásnál, amelyet kárért a vihar alkalmával, de az anyagi segítség építőanyagban szintén tehát nagyon jelentős, nagyon sokat jelent mindannyiunk számára. Elsősorban is tehát faépítő anyagba kaptuk a támogatást, ami azt jelenti tehát, hogy gerendák, staplik, kúpcserép és szalonit hullám lemez tehát érkezett a mai nap folyamán. A nyersanyag beszerzését és elosztását a Magyarországi Ökumenikus Segélyszervezet segítette. Másodszor jelentek meg a bánáti településen a katasztrófa óta. Először húsvét vasárnapot követően néhány napon belül itt voltunk, akkor ugye a segélyszervezetnek a saját gyűjtéséből hoztunk el egy adományt,
ami építőanyagokat tartalmazott, és most másodszorra pedig a magyar állam, azon belül is a nemzetpolitikáért felelős államtitkárság 1,5 millió forintos adományát a Betlen alappal közreműködésével, Betlen alappal együttműködve juttatja most a mai napon el ide a segélyszervezet Tordára. És hát megint azokat az anyagokat hoztuk, amire legnagyobb szükség van a károk helyreállítása során. Gerendákat, stafnikat, tetőcserepet, szalonyit lemezeket, tehát amit a lakóépületek és a melléképületek helyreállításához itt a lakosság fel tud használni. És hát nagyon örülünk, hogy segíteni tudunk, hiszen itt Tordán olyan összefogás valósult meg a helyi lakosok között is, a környező településekkel is, hát összességében 20-valahány intézmény, közösség fogott össze, testvér települések, Magyarország ugye a segélyszervezet, a magyar állam, tehát egy tényleg példaértékű összefogás eredményezte azt, hogy gyakorlatilag itt Tordán most már többé-kevésbé helyreálltak az eredeti állapotok. Az összefogásra egyetlen helybelinek sem volt panasza. Mint mondják, egyedül nem sikerült volna a károkat enyhíteni. Látom azt a szervezettséget, az összefogást, azt a jó akaratot, amelyel az emberek egymásnak segítenek, és most, amikor megérkezett a magyar állam támogatása, 1,5 millió forint értékű épületanyag formájában a Betlen Gábor alap keretében, a nemzetpolitikai államtitkárság szervezésében, illetve hát a Budapesti Ökumenikus Segélyszervezet közreműködésével. Ugyanazt lássuk azt, amikor a többi település vagy többi szervezet által nyújtott támogatás elosztásánál láthattunk, szervezettség van, rend van, fegyelem van, és az emberek tudják, hogy ez a kár, ami érte őket, ez egy olyan kár, amely mehetett volna 100 méterre vagy 200 méterre arrébb, hogy el is kerülhette volna a falut, de hát a falu egyharmadában kárt okozott, és ahogy a húsvét vasárnapi éjszakában az emberek összefogtak, és a vaksötét éjszakában zseblámpánál javították a tetőt, cserepeztek, mert esett az eső, ugyanez látszik most, amikor már vége felé közeledik a kár helyreállítása. Vörös Irén házáról több száz cserepet sodolt le a szél. Ezeket sikerült helyreállítani, a melléképületek azonban még mindig romokban hevernek. A tornádó miatt hatalmas anyagi károkat szenvedtek, a szél kitörte a nagykaput, kicsavarta a fákat, megrepett a lakóépület fala, és több baromfi is elpusztult a rázóduló törmelék alatt. Ott voltak alatt, tehát a disznokok áthajtottak a másik oldalba azokat, és rászakadt ez a tetőbe minden. Mennyire sikerült helyrehozni a károkat az egész telken, gondolom? Hát, egy negyedik sikerült, ebben még egy fél év biztos belelősz, mire az egész helyre jön. És miket sikerült helyrehozni? Hát a háznak ott a tetejét ott mind levitte, újra körülött az elejét lécőn, úgyhogy kaptuk cserepet, ahány fajta volt, annyi fajta cserép volt, át körülött lécőni. Ezeket bírtuk helyrehozni, meg itt a bikák fölött a tetőt bírtuk átcsinálni. Anyag nem volt még szalonitra, orokvákra, lécöket is kaptunk már, csak hát most máma kaptuk orokvágot, míg a szalonitok köllenek, és akkor majd lassan. Hát ez nem egy-két. Hogyan nézett ki a munka itt? Egymásnak segítettek a szomszédok? Jaj, nagyon sokan voltunk. Mikor ez megtörtént, hát nem is tudom megmondani, hogy 60 személy. Az egész falu itt volt ebben a vizében. Nagyon összetartó volt a falu, tényleg mindenki együtt segíteni. Kovács Zoltánéknál szintén a melléképületekben okozott komoly károkat a tornádó. Egyelőre nem sikerült helyreállítani a károkat, mivel nem tudja máshol elhelyezni a juhokat. Az adományoknak köszönhetően talán hamarosan sor kerülhet a fészer teljes felújítására. Ezt a supát most már lényegében újra nem lehet építeni, mert annyira összetört, hogy teljesen újra kell építeni. A fal is kidőlt, a téglák, és hát vályakból volt a hátsó fal, és akkor az mind szétöredezett, hogy hát ez teljesen újra, új anyagból újra kell építeni, mert annyira összetört minden. Mennyi nyersanyagra lenne szüksége?
Hát a nyersanyag az, ami a cserepet illeti, az körülbelül 3000 cserép és 12 pár horogfa, ami tönkrement. És ehhez hasonló a léc, ami szükséges, hát az körülbelül 300-320 méter léc volna az, ami újra kellene, hogy építeni. Próbálunk, amit próbál a helyi közösség segíteni, próbáljuk lassan összegyűjteni az anyagot, és akkor aztán majd lássuk, hogy amit mit kapunk, és akkor amit pótolni kell, akkor majd azt pótoljuk. Eddig mit kaptak? Hát eddig én kaptam 3 paletta cserepet, 1 paletta téglát, 10 horogfát, 6 méteröset és 5-8 csomó paklécet kaptuk még. Évekkel ezelőtt egy hasonló erejű szél végig söpört már a falun. Már az is komoly rombolást végzett a falubeliek vagyonában, panaszolták a helyiek. Dávid Róbertet sem kímélte a mostani ítéletidő. Fészeréről 2500 cserepet söpört le a szél. Hát egy 21 méteres supa, és csak ez maradt belőle ezek. Épp akkor én az ebédlőbe tartózkodtam, a fiam az kint volt, ő látta mindezt, ami történt itten, ezt a tornádót. Én később jöttem ki, mikor már az én supám akkor eldőlt. Akkor láttam, hogy traktorok bent, ugye cserepek, a romhalmaz. Ezt láttam, ez vasárnap, hát a 4 óra után történt. Egész pontosan milyen kár érte? Hát most a supám az körülbelül a teteje az 210 négyzetméter volt. Ebből egy olyan 180 az, ami tönkrement teljesen. Na most ez olyan 2500 cserép körülbelül, lécek és horogfák azok nem annyira. Abból is talán egy 10 pár, tehát 20 darab az eltört. A koszorúfák azok eltörtek jó, mert az tartotta az egész tető szerkezetet, és akkor az ledőtt. És akkor így a cserepek össze is törtek. Az udvaron belül bármilyen más kár keletkezett? Hát mondjuk a házon is lett egy olyan 180 cserép, és a dudacserepeket a pajtámról azt levittem. Támogatásból kaptam 2 paletta cserepet, horogfákat még nem kaptam eddig, lécet azt kaptam 12 paklival, és néhány dudacserepet, de azt ma fogok, azt mondják, kapni. Dudacserepet, hát most majd rávárunk. És a terv? Hát a terv, hogy hát szeretnénk újraépíteni a supát, mivel mi ebben foglalkozunk állattenyésztéssel, és akkor nekünk ide kell bepakolni a szénát, szalmát, szárat és a takarmányt. Tordát összesen mintegy 100 000 eurós anyagi kár érte alig 5 perc leforgása alatt. Több mint 130 háztartásban okozott károkat a tornádó. A károknak eddig 65%-át sikerült lefedni a testvértelepüléseknek, vállalatoknak, szervezeteknek és magánszemélyeknek köszönhetően. A közeljövőben a VMS további adománygyűjtési akciókat szervez majd. Bács Feketehegy is csatlakozik a mozgalomhoz. Olyan szándékunk van, hogy 2 humanitárus műsort szervezünk az adaiak számára, és hát ennek a bevételét nyilvánvalóan ide fogjuk ajándékozni. Ilyen képen tudunk rajtuk segíteni. Ez mi lesz majd, ezt majd a polgármester úr, adóvaj úrral megbeszéljük, és amire legnagyobb szükségük van, abba fogjuk befektetni. A helyiek még mindig nem heverték ki az átélt eseményeket. Szerintük több hónapra is szükség van ahhoz, hogy helyreállítsák a tönkrement házakat a településen. A meggörbült kerítések, kicsavart fák törzsei pedig még évekig emlékeztetik majd őket a katasztrófára.